Elkészültek a tervek. 123 millió köbméter víz befogadására alkalmas az a három árapasztó tározó, amelyet a Felső-Tisza vidékén az ukrán határ közelében építhetnek meg a jövőben. Küldik az értesítőket, akik 2012. szeptemberében bekerültek valamilyen felsőfokú intézménybe, de a képzési idő alatt nem szereztek oklevelet, több százezer forintos felszólító levélre számíthatnak. Képzés a vizen. A kishajó vezetési ismereteket és a vízből való mentési szabályokat frissítették fel a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a napokban. 123 millió köbméter víz befogadására alkalmas az a három árapasztó tározó, amelyet a Felső-Tisza vidékén az ukrán határ közelében építhetnek meg a jövőben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tervezési munkák már befejeződtek, a közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program keretében. A projekt záró konferenciáján az is elhangzott, hogy a megvalósításhoz az új uniós ciklus forrásokat biztosít, így optimális esetben már a jövő évben megkezdődhetnek az előkészületi munkák. A közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program célkitűzése, hogy a tanulmányban megtervezett létesítmények együttesen és összehangolt módon jelentős mértékű vízszintcsökkenést valósítsanak meg a Tisza-Visk-Vásárosnamény közötti szakaszán. Erre a legalkalmasabb megoldás az árapasztó tározók építése. A tározóknak az alkalmazása egy rendkívüli árvíz előfordulása esetén azon védekezési szituációban sokkal olcsóbb a tározónak a bevetése, mint a védekezési munkálatoknak a megszervezése, itt a homokzsáknak, a homoknak és hát az emberi energiának a felhasználása a védekezéshez. A határon átnyúló projekt keretében a magyarországi területen három tározó terve készült el a Tisza-Szamos közén Tiszabecs, Nagyar és Szatmárcseke térségében. A három létesítmény összesen 123 millió köbméter víz befogadására lenne alkalmas. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb és a leghasznosabb az lenne, hogyha a Tisza túr közén alakítanánk ki a következő időszakban árapasztó tározót. Ez azt jelenti, hogy Tiszabecs alatt közvetlenül létesülne egy olyan vízkivezető műtárgy, mint mondjuk Tarpa térségében az épülő Beregi tározóhoz hasonló, és mint egy 40-45 millió köbméternyi víz betározására lenne szükség esetén. A Felső-Tisza és mellékfolyóinak vízjárását szinte teljes mértékben az országhatáron túli hegy- és dombvidéki vízgyűjtő földrajzi meteorológiai sajátosságai határozzák meg, ezért fontos, hogy összehangolják a fejlesztéseket a határon túli területekkel. Ukrán oldalon két tározó terve készült el, mindkettő a határ mentén helyezkedik el. A nagyobb kapacitásút Mezővári és Csetfalva közelében, a kisebbiket pedig Tiszaújlak térségében szeretnék megépíteni. A két tározó több mint 100 millió köbméter víz befogadására lenne alkalmas, ami egy rendkívüli árvíz esetén jelentős segítséget nyújthatna a védekezésben. A közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program záró rendezvényén az is elhangzott, hogy a megvalósításhoz az új uniós ciklus forrásokat biztosít, így optimális esetben már a jövő évben megkezdődhetnek az előkészületi munkák az újabb tározók kialakításához. Angol férfi vezette azt a mikrobuszt, amely 4,5 millió forint értékű orosz adójegyes cigarettát rejtett, közölte a NAV. A pénzügyi nyomozók a járműre akkor figyeltek fel, amikor egy nyíregyházi telephelyről hajtott ki, majd a szomszéd utcában megállították. A kisbusz padozatán frissen csavarozott részek és a gépkocsi hátsó kerekénél látható friss festésnyomok gyanút keltettek a nyomozókban, így a gépkocsit átvizsgálták. A gyanú beigazolódott, ugyanis a busz dupla padozatából 5400 doboz orosz zárjegyes cigaretta került elő. Ezt követően a nyomozók átkutatták azt a nyíregyházi telephelyet is, ahonnan a mikrobusz kihajtott. Ott az egyik raktárépületben jelöletlen papírdobozokban fedőáruként használt magyar kutyatápos csomagok között több mint 35 ezer doboz szintén orosz zárjegyes, több mint 37 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, összesen csaknem 61 millió forint értékben. A járművet és a cigarettát lefoglalták, az angol sofőrt és magyar utasát gyanúsítottként hallgatták ki, orgazdaság megalapozott gyanúja miatt.
Megközelítőleg 2000-en kaptak értesítő levelet az állami ösztöndíjak visszafizetéséről az elmúlt hetekben. Akik 2012. szeptemberében bekerültek valamilyen felsőfokú intézménybe, de a képzési idő alatt nem szereztek oklevelet, több százezer forintos felszólító levélre számíthatnak az oktatási hivataltól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2012. szeptemberében 1174-en nyertek felvételt, őket érintheti a visszafizetési kötelezettség. Minden 2012. szeptemberében állami és állami rész ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató beiratkozáskor szerződést kötött a felsőoktatási intézményekkel. Ezekben a nyomtatványokban szerepelt az is, hogy a képzési idő alatt meg kell szerezni az oklevelet, különben a tanulóknak vissza kell fizetni az államtól kapott tandíjat. Erre minden diáknak a képzési idő másfélszerese áll rendelkezésre, tehát egy 3 éves szakon maximum 4,5 év alatt kell diplomát kapni. Az állam összesen 12 fél évet biztosít térítésmentesen egy hallgatónak, lehetőséget adva így különböző szakok elvégzésére. Amikor valaki magyar állami ösztöndíjasan végzi a tanulmányait, akkor az oktatási hivatal törvényben foglalt szabályok alapján nyomon követi azt, hogy hány fél évet használ föl az állami támogatásból, és azokon a szakokon, vagy azon a szakon, aminek a képzését folytatta, mennyi volt az önköltség, tehát mekkora volt az az összeg, amit az állam az ő tanulmányi finanszírozására szánt. Ezeket a költségeket mi összeadogatjuk, de csak az aktív fél évek vonatkozásában, tehát ilyen szempontból sem számít be a passzív fél év. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán 2012. szeptemberében alapképzésen 386 állami ösztöndíjas és 14 fő részösztöndíjas hallgató kezdte meg tanulmányait, valamint 66-an nyertek felvételt állami ösztöndíjas mesterképzésre. A Nyíregyházi Főiskolán összesen 708 tanuló kezdte el a tanévet ilyen formában. 2012. szeptemberében Nyíregyházi Főiskolára állami ösztöndíjas képzésre alapképzésben 523 fő nyert felvételt. Ekkor került bevezetésre a részösztöndíjas képzés. 15 főt vettünk föl részösztöndíjas képzésre, és a felsőoktatási szakképzés is 2012-ben indult, és ebben a képzésformában a Nyíregyházi Főiskola 170 hallgatót vett föl állami ösztöndíjas képzésre ebben a képzési formában. Ha valaki mégis az állami ösztöndíj visszafizetését választja, az értesítő levél kiküldésétől számítva 30 napig kell teljesíteni a fizetési kötelezettségét, de részletfizetésre is lehetőség van. Egy kérvény kitöltése után akár 10 éves futamidőre számíthatnak az érintettek. Az elmúlt években értékes és jól képzett emberek tömege hagyta el az országot, legtöbbjük az alacsony hazai bérek miatt, véli az LMP-s Szél Bernadett. Az országgyűlési képviselő nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a párt zöld munkahely teremtési programja megoldás lehet a helyzetre. A Megújuló Magyarország programja, amivel gyakorlatilag a választásokon indultunk, az is egy olyan megoldási javaslatot tárt az ország színe elé, amelyben 450 ezer munkahelyet tudtunk volna teremteni, vagy tudnánk teremteni, hiszen ezért továbbra is küzdünk. Ehhez persze szükség van olyan kitörési ágazatoknak a fejlesztésére, mint a megújulóipar, vagy az országnak a leszigetelése, amivel egyrészt közvetlenül pénzt spórolunk a magyar embereknek, másrészt meg az országunk nemzetközi kitettségét is csökkentjük, hiszen például az is nem egy normális állapot, hogy az orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat folyamatosan. 3 napos képzést tartottak a nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak. A kishajó vezetési ismereteket és a vízből való mentési szabályokat frissítették fel az állomány tagjai. Az úgynevezett szinten tartó foglalkozások és továbbképzések hétfőn kezdődtek a Tiszán. A rokamazi és tiszabercelli gyakorlat azért volt fontos, hogy éles helyzetekben hatékonyan, gyorsan tudjanak menteni a tűzoltók. Eligazítással értekezéssel kezdődött a tűzoltók tiszabercelli továbbképzése. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók az elmúlt napokban Rakamaznál gyakorlatoztak, Tiszabercelen pedig már az ibrányiakkal és a helyi önkéntes tűzoltókkal kiegészülve vettek részt az úgynevezett szinten tartó foglalkozásokon. A helyi erőkre nagy szükség van, mert nem tud mindent a központi tűzoltóság, a központi katasztrófavédelem rögtön intézni, és hogy is mondjam, olyan lehetőségeket tud az ember a helyi ismeretekkel kihasználni, amelyek gyorsítják a kárelhárítást. A tűzoltók több szituációt gyakoroltak, többek között azt, hogy holttestet hogyan húznak ki a vízből, valamint azt, hogy sérült személyt hogyan mentenek a folyóból.
A vízből való mentést, illetve a kishajó vezetői tapasztalatokat szerzik meg, illetve ismételik át ez alatt a három nap alatt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett egyébként a mátészalkai hivatásos tűzoltók is gyakorolják mindezt, és azt ne felejtsük el, hogy a tűzoltó kishajókkal rendelkező városok, így Nyíregyháza, Kisvárda, Mátészalka, Záhony is rendszeresen gyakorolják ezeket a mentési feladatokat. A rakamazi és tiszabercelli gyakorlatozás azért volt fontos, hogy éles helyzetekben hatékonyan, gyorsan tudjanak menteni a tűzoltók. Legutóbb július elején Tivadarnál segítettek a tűzoltók egy eltűnt személy keresésében, aki a vízbe fulladt. Súlyos sérüléseket szenvedett az a motoros, aki kedd este két gépkocsival ütközött Nagykálló és Nyíregyháza között Nagyszállás külterületén. Az előzetes vizsgálat megállapítása szerint a motorkerékpáros vétlen volt a balesetben. A sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrség tovább vizsgálja a baleset körülményeit. Elkezdődött a búzagyűjtés a magyarok kenyeréhez. Az országos programról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Napi két edzéssel készül az augusztusi kazanyi Masters világbajnokságra Szokol Diana. A nyíregyházi úszónő négy számban 200, 400 és 800 gyorsan, valamint a 200 méteres hátúszásban áll majd rajtkőre az Oroszvárosban. A háromszoros Európa-bajnok, háromszoros világbajnoki bronzérmes versenyző célja az éremszerzés. A felkészülés második hetében járnak a nyíregyházi férfi kézilabdázók. Az NB1B keleti csoportjának legutóbbi ezüstérmesétől négy játékos távozott, helyükre négyen érkeztek. Az NKCA tervek szerint 8-10 edzőmeccset játszik a szeptember közepén esedékes bajnoki rajtig. Elkezdődött a búzagyűjtés a Magyarok Kenyere programban, amelyhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már megalakulásának évében csatlakozott. 2013-ban 77 tonna, tavaly pedig már több mint 120 tonna búza összegyűjtésével járult hozzá a sikerhez. Az összegyűlt adományok egy részét egyesítik, a búzát megőrlik, majd ebből a lisztből készítik el az augusztus 20-ai kenyereket az ország összes megyei jogú város ünnepségére. Ezekbe a zsákokba kerül a megyei termelők által felajánlott búza, amelynek lisztjéből elkészítik az ország kenyerét. Az Agrárkamara minden megyében kijelölte azokat a gyűjtőpontokat, ahová az adományozók beszállíthatják a felajánlásokat. Itt 67 mázsa, azt hiszem, jött össze a tavalyi évben, most nagyon érdeklődés mutatkozik. Lehet azért, hogy ezek, akik tavaly már bekapcsolódtak, valóban mozognak ebben a körben, vagy az is, hogy a felvásárlás helyekre, a falugazdászállózaton keresztül kifüggesztettük ezt a lehetőséget. Nagyon most az érdeklődés, remélem több is fog összejönni. A Magyarok Kenyere programnak három kiemelt rendezvénye lesz. 2015. augusztus 9-én Szarvason, a történelmi Magyarország középpontjában tartják a központi búzagyűjtőnapot. Az összeöntés ünnepe augusztus 16-án a Mohácsi Szent Miklós vízimalomnál lesz, ahol a begyűjtött búza egy részét jelképesen megőrlik. Az országos zárórendezvényre, a Magyarok Kenyere ünnepére augusztus 20-án Pécsett kerül sor. Lényegében azt szimbolizálja, hogy Magyarországon is minden megyében és a környező országban a magyar lakta területekről gyűjtik ezt össze, és ez az összetartozásnak lenne a jelképe, és azért is gondoljuk, hogy akkor nem csak a határon túli rászorulókat támogassuk ebből, hanem Magyarországon is, ugyanis már oda van mennyiség gyűlt össze, akivel elkezdődött 2011-ben ez a folyamat felajánlás, hogy már ők nem bírnak ennyit elhasználni, hál' Istennek, olyan sokan csatlakoznak, és akkor Magyarországon is találunk olyat, akik ezt elfogadják. A sütéseken felül megmaradt liszt nagy részét az erdélyi és a kárpátaljai árva gyerekek kapják, de az idei évben minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesül az összmagyar liszt adományból. Napi két edzéssel készül az augusztusi kazanyi Masters világbajnokságra Szokol Diana. A nyíregyházi úszónő négy számban 200, 400 és 800 gyorsan, valamint a 200 méteres hátúszásban áll majd rajtkőre az Oroszvárosban. A háromszoros Európa-bajnok, háromszoros világbajnoki bronzérmes versenyző célja az éremszerzés.
Az oroszországi Kazány ezekben a napokban ad otthont a vízesportágak világbajnokságának, amelyet augusztus 8-ától a Masters világbajnokság követ majd Tatárföld fővárosában. A nyíregyházi Szokó Diána az év eleje óta készül az esztendő számára legfontosabb megmérettetésére, amelyen négy számban áll majd rajthoz a háromszoros szenior Európa-bajnok úszónő. Kezdjük a 800 gyorsai 10-én, hétfőn, utána 200 gyors, utána van három nap pihenő, utána 400 gyors, nagyon-nagyon nehéz lesz úszni. Hát reméljük a pihenő alatt azért tudunk pihenni, és egy kicsit megnézzük a startlistát. Szép kilátásaink vannak a versenyre, reméljük érmet tudunk hozni, egyet, kettőt vagy hármat, majd meglátjuk. A nyíregyházi úszónő napi két edzéssel készül a világbajnokságra, amelynek kezdetére edzője szerint is sikerül majd tökéletes formába lendülnie. Úgy gondolom, hogy valóban jó formában van. Amikor elkezdtünk dolgozni, egy célt megfogalmaztunk, ez pedig egészen konkrét volt, az, hogy 10 perc alatt kell úszni 800 méter gyorsan. Ezt már Hollandiában elérte május végén, úgyhogy egészen sikeresnek mutató már a felkészülés, és nagy bizalommal várjuk a kazanyi világbajnokságot, és szép reményekkel. A Masters világbajnokságra 14 korosztályban több mint 100 országból közel 6000 résztvevőt várnak a szervezők. A felkészülés második hetében járnak a nyíregyházi férfi kézilabdázók. Az NB1B keleti csoportjának legutóbbi ezüstérmesétől 4 játékos távozott, helyükre 4-en érkeztek. Az NKC a tervek szerint 8-10 edzőmeccset játszik a szeptember közepén esedékes bajnoki rajtig. Az elmúlt hét elején kezdték el a felkészülést a nyíregyházi kézilabdázók. A tavalyi évvel ellentétben ezúttal nem volt jelentős játékos mozgás, mindössze 4-en távoztak, helyükre szintén 4-en érkeztek. Balda Ákos, Kőrizs István, Marian Kleisz és Bocák Kornél másút folytatja, illetve befejezte pályafutását. Az NB1-es Balmazújvárostól igazolt nyíregyházára Olá Zoltán és a japán Mekaru Asus Munkácsi Mihály Vácról tért haza, mellettük a montenegrói Gordian Andrzejics az új ember. Még egy beálló csatlakozhat a csapathoz, amelynek tagjai a felkészülés legfárasztóbb időszakát élik át. Kicsit belecsaptunk a lecsóba, múlt héten hosszú távú futások szerepeltek, főleg állóképességi feladatok, erdei futás, stadionfutás, ezt tette ki a fő programot, illetve lábmunkázás. A mai héten már vegyesebb jellegű edzések vannak, sok előtérbe kerül a labda, de természetesen a fizikai felkészültségnek az időszaka van, és ezt erőltetjük tovább. Az NKC a tavalyi bronzérem után idén ezüstérmet szerzett, így a sorminta alapján az arany következne, de a csapatkapitány Kaplonyi Zoltán szerint a dobogóért is meg kell majd küzdeni a nyíregyházi gárdának. Nagyon sok csapat megerősödött, tehát itt gondolok elsősorban a Ferencvárosra, az Algyőre, volt korábbi válogatott játékosok igazoltak oda, a Békés egy nagyon fiatal csapat, ők is rengeteget edzenek, tehát mindenkinek vannak komoly céljaik. Azt mondom, hogy ez a bajnokság sokkal nehezebb lesz, mint a tavalyi. Tehát ott gyakorlatilag az Egerre kellett csak küzdenünk az első helyért, illetve az első-második helyért. Most én úgy gondolom, hogy ez sokkal több esélyes ez a bajnokság, tehát nagyon nehéz dolgunk lesz. Az NKC a jövő héten a Mezőkövesd ellen kezdi a felkészülési meccsek sorát, majd a Balmaszkupán, egy szatmárnémeti tornán és az Arab Emirátusok válogatottja ellen is pályára lépnek Kaplonyék. A bajnokság nyitófordulójában szeptember 12-én a Ferencváros fogadják a nyíregyháziak a Bemiskola csarnokában, ahol a következő szezon hazai meccsét játsza majd a csapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. 123 millió köbméter víz befogadására alkalmas az a három árapasztó tározó, amelyet a Felső-Tisza vidékén az ukrán határ közelében építhetnek meg a jövőben. A tervezési munkák már befejeződtek, a közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program keretében. A projekt záró konferenciáján az is elhangzott, hogy a megvalósításhoz az új uniós ciklus forrásokat biztosít, így optimális esetben már a jövő évben megkezdődhetnek az előkészületi munkák. Megközelítőleg 2000-en kaptak értesítő levelet az állami ösztöndíjak visszafizetéséről az elmúlt hetekben. Akik 2012. szeptemberében bekerültek valamilyen felsőfokú intézménybe, de a képzési idő alatt nem szereztek oklevelet, több 100 000 forintos felszólító levélre számíthatnak az oktatási hivataltól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2012. szeptemberében 1174-en nyertek felvételt, őket érintheti a visszafizetési kötelezettség.
Háromnapos képzést tartottak a nyíregyházi hivatásos tűzoltóknak. A kishajó vezetési ismereteket és a vízből való mentési szabályokat frissítették fel az állomány tagjai. Az úgynevezett szinten tartó foglalkozások és továbbképzések hétfőn kezdődtek a Tiszán. A rakamazi és tiszabercei gyakorlat azért volt fontos, hogy éles helyzetekben hatékonyan, gyorsan tudjanak menteni a tűzoltók. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel természetesen csütörtök este is jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Erős nyugati áramlással még holnap is nagy nedvességtartalmú, hűvös levegő áramlik fölénk. Éjjel erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, inkább csak az esti órákban válhat helyenként szakadozottá a felhőzet. Hajnalban ismét várható kisebb eső, zápor, de nagy csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, emiatt éjszaka néhol párássá válik a levegő. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben marad az őszies hangulatú idő, általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csak délután vékonyodhat el helyenként a felhőzet, főleg délelőtt lehet még többfelé eső, esetleg szitálás. Az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás érzékelhető térségünkben. Péntektől szárazabb levegő határozza meg időjárásunkat, emiatt napközben csökken a felhőzet és erősödik a nappali felmelegedés is. A szombat hozza meg a legnaposabb időt, vasárnap azonban egy nedvesebb léghullám hatására ismét többfelé valószínű záporeső, zivatar, a jövő héten visszatér az igazi kánikula.